Drágult a liszt, Györfis évkezdés, fejlődési pályán Kunhegyes, új horgászhelyek a Tiszatónál. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. január 20-án 18 óra 5 perckor. Emelniük kellett az év elején a liszt árát a malmoknak. Az áremelkedést azzal indokolták, hogy nem biztosítható a működésük. Megnéztük, miként érinti mindennapjainkat Karcagon a térségben az áremelkedés. Ez olyan finom sejmes. Jó a tapintása, már a tapintásról része lehet venni, hogyha jó a liszt. Mert szerencsére általában jó lisztünk van. Híradások szerint 66 ezer forintnál is magasabb 1 tonna jó minőségű búzaára. A jelenlegi lisztárak viszont csak 56 ezer forintos búzaárat fedeznek. Sajnos ezzel a rossz hírrel indul megint, hogy a lisztnek az ára emelkedik. Nem mondom, hogy nem voltunk rá felkészülve, ugyanis 2 hónapon belül már ez a második áremelés, és már novemberben megmondta a malom, hogy januárban újabb áremelés lesz. Mivel hónapok óta ennél drágább a kenyérgabona, a malmok 7-10%-os áremelésre készülnek. Ezt már képtelességben nyelni. Igazság szerint már egy fél évvel ezelőtt aktuális lett volna az áremelés, mert folyamatosan áremelés volt. Novemberben azért nem emeltünk, mert a karácsonyát senkinek nem akartuk elrontani, és már úgy voltunk vele, hogy már azt az évet. A másik meg az, hogy tudtuk azt, hogy januártól újabb áremelés, és még akkor nem is számoltunk a béremeléssel és annak a vonzatával. Ezt most egy 10%-kal muszáj lesz megemelni ahhoz, hogy nagyjából szinten legyünk, ez sem lesz még elég, de azért kíméletesen 10%. Mi nem nagyon szoktunk elszállni az árakkal, most 350 forint egy kiló fehér kenyér, és erre olyan 10%-ot kell rátenni. Hát nyilvánvaló vannak, ahol azért jóval drágább. A liszt előállítási költségeiből a búza beszerzési ára 75-80%. A Karcagi Pék televíziónknak elmondta, hogy óvatosan és takarékoskodva kell dolgozniuk a liszttel. Ami a kenyértészt alá megy liszt, azzal. De hát nehéz spórolni, mert hogyha keveset szórunk, akkor leragad a tészta. A jelenlegi piaci helyzet hátterében alapvetően a hazai és az európai búzatermés áll. A súlyos aszály, majd a tavasz végi nyár elejé esős periódus sem a termés mennyiségének, sem a minőségének nem tett jót a mezőgazdasági szakemberek szerint. A mintegy 5 millió tonnányi magyarországi búzatermésből az étkezési minőség általában a szokásos 65-70%-os aránya 2020-ban 30% körül volt. Hogyan indult a 2021-es év? Erről kérdeztük Kovács Miklósnét, a Györfi István Katolikus Általános Iskola igazgatóját. Minden pedagógus kolléga itt van, a gyerekek közül is kevesen hiányoztak, mondta az iskola vezető, aki szólt arról, hogy január 22-ig van lehetősége a gyerekeknek javításra. Elkezdtük a 2021-es tanévet, hál' Istennek minden pedagógus kolléga itt van az iskolában, és a gyerekek közül is csak nagyon kevesen hiányoznak. Így ez tulajdonképpen az utolsó nekifutás már a fél év előtt, hiszen január 22-én véget ér az első fél év, és addig még a gyerekeknek van lehetőségük, hogy jegyeket gyűjtsenek és javítsanak, hiszen tudjuk azt, hogy a 2020-as évnek a második fele is hasonló nehézségekkel zajlott, mint ahogyan az a tavaszi időszakban volt. Online oktatásra ugyan nem került sor, de nagyon sokat hiányoztak, és nagyon sok gyermek hiányzott, nem csak gyermekek, hanem pedagógusok is, és ez megnehezítette a tananyagnak az átadását. Működött ugyan a Classroom, amit már a tavasz időszakban is bevezettünk, és itt megkapták a hiányzó gyerekek is a leckét, de azt nagyon jól tudjuk, hogy egy online érkezett tananyag az nem ér fel egy személyes oktatással. Ebben a helyzetben nehézkes volt a nyolcadikosoknak a középiskolák tájékoztatása is. Online pályaválasztási szülői értekezletet tartottak, és az iskolák online tájékoztatókat küldtek ki a diákoknak. Ebben az évben egy kicsit nehézkes volt a középiskoláknak a tájékoztatása is, hiszen minden online érkezett. Nagyon kevés volt az az iskola, ahol személyes jelenléttel tudtak tájékozódni a gyerekek az iskoláról.
mi is minden lehetőséget megragadtunk arra, hogy a gyerekek jól tájékozottak legyenek a továbbtanulás terén. Online szülőértekezletet tartottunk, pályaválasztási szülőértekezletet tartottunk a szülőknek, ahol tájékoztattuk arról őket, hogy melyek azok az iskolatípusok, ahová 8. osztály után a gyerekek tovább tanulni mehetnek, illetve minden szülőt tájékoztattunk itt a környezetünkben lévő iskolákról, hiszen a középiskolák is nehéz helyzetben voltak, de ennek ellenére nagyon leleményesen, interaktív módon, online módon megküldték a tájékoztatóikat, amelyeket mi mindegyiket eljuttattuk a szülőkhöz is és a gyerekekhez is, és így mindenki tájékoztatást kaphatott a beiskolázással kapcsolatban. A leendő elsősöknél nehezebb a helyzet. Ősszel voltak az óvodákban, és azóta nem mehettek, így elindították Fecske hívogató címen egy online csoportot a szülőknek és a gyerekeknek. Fecske hívogató címmel hoztunk létre egy Facebook csoportot, és ide hívtuk, vártuk azokat a gyerekeket, szüleik segítségével természetesen, akik érdeklődnek a mi iskolánk iránt. És hál' Istennek olyan leleményes, tetrekész kollégáim vannak, akik a következő tanévben az első osztályosokat fogják majd tanítani, az osztályfőnökeik lesznek, hogy különböző ünnepi körökhöz feladatokat, feladat sorozatot állítottak össze, amelyet ide a Facebook csoportba feltöltöttünk, és a szülőknek a gyerekekkel együtt lehetősége volt arra, hogy ezekkel a feladatokkal foglalkozzanak. Hál' Istennek elég sok tanuló, vagy leendő első osztályos került be ebbe a csoportba, és nagy örömmel és szeretettel készítik el ezeket a feladatokat, és küldik is vissza. A kollégáim pedig minden egyes kis ovisnak, kis fecskének visszajelzést is küldenek. Nagyon szorgalmasak a gyerekek is a szüleikkel együtt, hiszen ők már ebben az internetes világban születtek és nőnek fel, és nagyon kis aranyos versikéket, bábokat, feladatokat küldenek vissza, ami számunkra is hát tulajdonképpen egy megkoronázása annak a feladatsornak, amit a kollégáim feltöltöttek, hiszen látva azt, hogy örömmel foglalkoznak ezzel a otthon a gyerekek, és szüleik segítségével vissza is küldik ezt nekünk. A tervek szerint 2 elsős osztályt indítanak ősszel. 2 osztályt mindenféleképpen szeretnénk elindítani, és az alsó tagozatos munkaközösségnek a feladata, ezeknek a feladatoknak az összeállítása. A 2 tanítónénin kívül még segítségükre van a munkaközösség vezető Pallagi Bernadett is. A Györfis pályázatról is szólt az igazgatónő. Már kiírták a helytörténeti pályázatot és a Györfi Galéria rajz pályázatot. Utóbbi iskolai, az első városi szintű, ahol az egyik téma a karcagi kunkapuk, a másik a katolikusok 250 éve Karcagon. Iskolánk névadójáról mindenféleképpen szeretnénk megemlékezni. Ez február első hetében, első második hetében lesz esedékes. Valóban kiírtuk a Györfi helytörténeti pályázatot, illetve a Györfi Galériát. A Györfi Galéria az eddig is iskolai szinten valósult meg. A helytörténeti pályázatot azt továbbra is városi szinten írtuk ki az általános iskolás korosztály számára. 2 témában, én úgy gondolom, hogy 2 remek téma, amiben elmélyülhetnek a gyerekek. Az egyik a karcagi kunkapuk, a másik pedig a katolikusok Karcagon, hiszen 250 éve, hogy a katolikusok tulajdonképpen beérkeztek ide, vagy ide érkeztek Karcagra, és erről szeretnénk, vagy ennek szeretnénk emléket állítani. Engedményt annyiban tettünk, hogy online módon is be lehet nyújtani ezt a pályázatot, és hát természetesen majd az értékelése is olyan formában történik. Sikerült felvennünk a kapcsolatot a Nagykunsági Népművészek Egyesületével, és onnan sok segítséget kaptunk. Gálné Ilike az, aki segít bennünket. Nagyon sok képet küldött, aztán az iskolának adományozott, az iskola könyvtárának adományozott 2 könyvet, a Eskovács Ilona karcagi kunkapuk című könyvét. Ezt is forgatják a gyerekek, illetve már tájékozottam közöttük, hogy többen a téli szünetben azzal töltötték az idejüket, hogy sétáltak a városban és keresték a kunkapukat, készítették a fényképeket róla. Ehhez nagyon nagy segítség volt Ilikének a képes
összeállítása, amit a rendelkezésünkre bocsájtott, hiszen ezek között is böngésznek a gyerekek. Eredményhirdetés a Györfi Napok keretében lesz. Következő híradásunkat Kunhegyes polgármesterével készített interjúnkkal folytatjuk. Szabó András, a település vezetője, televíziónknak adott interjújában beszél Kunhegyesen 2020-ban megvalósult pályázatokról, beruházásokról, fejlesztésekről és a jövőbeli tervekről, elképzelésekről. Melyek lesznek azok a főbb beruházások, pályázatok és nyilván akár a kisebbek, amelyek a lakosságnak azokat a dolgait, azokat a mindennapi problémáit fogja megkönnyíteni, amelyhez hozzá tud járulni az önkormányzat, hiszen ahogy polgármester úr mondta, már az elmúlt 2020-as évben is számtalan ilyen volt, és melyek a 2021-es évnek a fő célkitűzése? A kiesett bevételeinket, ami elsősorban az ipari üzési adónak a felezése miatt történik, pótolják, akkor biztos vagyok benne, hogy ezt az évet is megfelelően végig tudjuk vinni. Azt még nem mondtam, de akkor az önkérdésére ez is egy válasz, hogy nyertünk a járdafelújításra először 17 milliót, amit kiegészítettünk 3 millióval, tehát most márciusban kezdődik a járdépítés, és addig soha nem pályázhattunk, ahogy mondtam is, 5000 fő alatti települések pályázhattak. Ugyanakkor szeretnénk továbbra is a szociális dolgoinkat segíteni, hisz elég sok szegény ember él Kunhegyesen is, meg szeretnénk a munkahelyet is tovább bővíteni, mert ugye, amint mondtam, van öt nagyobb egységünk, de hát még több kellene, hisz annak idején a rendszerváltáskor a BHG megszűnt, és ott 1200 ember dolgozott, tehát a üzemcsarnokot megvettük a Videotontól, hát részletekben még mindig nem fizettük ki, mert azt gondoltuk, hogy ők nem akarnak idehozni olyan céget, amely munkahelyet teremteni. Hát sajnos még mi se tudtuk, rengeteg jelentkező volt már, de most, ahogy láttam, a ez évi, tehát a 21 és 27 közötti pályázati lehetőséget, és abban benne van, hogy gazdaságfejlesztési ipari parkokat továbbra is támogatja az Európai Unió, és nyilván Magyarország is úgy fogja kiírni ezeket a pályázatokat. Mindenképpen szeretnénk ezt a BHG üzemet is valamilyen módon úgy felhasználni, hogy tudjunk idehozni olyan cégeket, akik munkahelyet teremtenek, nem egy-kettőt, hanem 100-150 gondolkodunk minimálisan. Ezt segíteni fogja a 4-es főútnak a továbbfejlesztése is, lassan eléri a Kunhegyes határát is, ahonnan már csak 13 km a bekötő út Kunhegyesre, úgyhogy ilyen feladataink, céljaink is vannak. Polgármester úr, én köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Köszönjük szépen. Én is köszönöm, hogy megkerestek. Én úgy gondolom, hogy a karcadokkal különösen jó viszony is Panti Ildikó vezetésével voltak itt a nyáron. Szétnézni Kunhegyesen, és nagyon meg voltak elégedve a látványosságainkkal, mert azért van belőlük, hát elég, hogyha csak a hírgyúsabb termény nyomán felépült az alszott legnagyobb befogadó képességű református templomot említettek, nem ugye említettem a Szélmalmatunk, kapitányház, meg olyan szoborparkaink is vannak, ami csak Kunhegyesen van, a hétfejű sárkány, két hétfejű sárkány, mely vízi játékot produkál, hát most már lezártuk ezt, főleg nyára vonatkozik. Én is nagyon szépen köszönöm, minden hallgatónak kívánok jó egészséget és vírusmentes életet. 45 új horgászhelyet létesítettek a Tiszatónál. Az Abáca-Lók és Kisköre közötti kátszakasznál létesítik az új horgászhelyeket, és a meglévőket pedig felújítják.
A Tiszató horgász látogatottsága növekszik, ami örömteli, ugyanakkor felelősséget is ró társaságunkra. A nagyobb létszám ugyanis több horgászhelyet igényel, ezért a Tiszatavi Sporthorgász Kft. Elhatározta, hogy az Abátszalók és Kiskore közötti gátszakasz mintegy 2400 méteres szakaszán a meglévő horgászhelyek rekonstrukciójába és újak létesítésébe fog. A helyek kialakításának fő szempontja, hogy komfortos időtöltés tegyen lehetővé, ugyanakkor időtálló és legfőképp környezetkímélő módon legyen kialakítva. Az ősz végén elkezdődött munkálatok folyamatosan zajlanak, legutóbb a tervezett 45 darab horgászhely kijelölése történt meg. Az enyhe téli időjárás eddig nem tette lehetővé a munkagépek használatát, ezért munkatársaink kézi szerszámokkal ritkították a növényzetet. Amint megérkeznek az első jelentősebb fagyok, lehetőség nyílik a gátláb, a munkagépekkel történő szárzúzásra is. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcaktv.hu weblapon. Ne feledjék, vigyázzunk egymásra és viseljünk maszkot. Viszontlátásra!